cicuk. Tesz a városban. Én és te, és a csapat nyomról el, baj cicuk. Tesz a városban. Együtt rájövünk majd, ugye cicuk. Tesz a városban. Nem vitás, hogy meg lesz a megoldás, cicuk. Tesz a városban. Biztos rájövünk, biztos rájövünk. Ugye cicó? Igen, cicó. Tesz a városban, tesz a városban. Megoldunk minden rejtét a városban. Rejtélyek Teszvesz városban. A szeletelhetetlen kenyér rejtélye. Tessék parancsolni, Pék bácsi. Itt az összes liszt, amit rendelni tetszett apukám boltjából. Tíz zsáknyi liszt? Hát az rengeteg! Hát, sok lisztre van szükség ahhoz, hogy rengeteg kenyeret süthessünk. Annyit, hogy mindenkinek jusson Teszvesz városban. Még több lisztet hoznak. Ó, ezek nem lisztes zsákok. Ezekben cement van. Cement? Milyen kenyérbe szoktak cementet rakni? A cement nem a sütéshez lesz, Egon, hanem az új tégla kemencéhez. Annyi kenyeret kell sütnünk, hogy szükségünk lesz hozzá még egy kemencére. A kőműves bácsi építi meg nekünk. Ideje is lesz, elkezdenem. Mi pedig jobb, ha nekilátunk kenyeret sütni. Ugorjatok be majd dél körül. Adok nektek egyet ingyen, Teszvesz város legfrissebb betnéből. Úgy tűnik, igazán fincsi ebédünk lesz ma, de jó lesz! Éhes vagyok! Úgy tűnik, a gyomrod már alig várja. Hurrá, cicó! Végre itt az ebéd! Mindjárt éhen halok, lássuk, kész a kenyér! Jó, kellene kevernem még egy kis betont. Nekem pedig még egy kis kenyértésztát. Cicó, Egon, pont időben. Ebben a pillanatban készült el néhány Teszvesz város legfrissebb kenyeréből. Válasszatok! Nagyon szépen köszönjük. Válasz egyet, Egon. Rendben. Azt hiszem akkor én, ó, de jól néz ki bizony, de ez nagyobb, ezt nézd meg, te szép. Az ott. Ó, sokkal nehezebb, mint amire számítottam. Már alig várom, hogy hazaérjünk vele, és pirítós csináljunk a fincsi kenyérből. De jó lesz! De nehéz. Na. Úgy tűnik, hogy valami baja van az autónak. Szevasz, cicó! Van már új rejtélyetek? Nincs, Dafke. Csak úgy tűnik, hogy elromlott az autóm. Bármi is a baja, én meg tudom javítani. Dehogy is! Én javítom meg! Én! Várjunk csak! Nem az autóm csinálja ezt a zajt, hanem Egon éhes pocakja. És ez csak egyetlen dologhoz hatja rendbe. Egy nagy tányér finom pirítós. Csak egyetlen dolgot szeretünk jobban, mint a pirítóst. A még több pirítóst! Akkor gyertek át hozzánk, együnk együtt. Induljunk! Lehet, hogy inkább két vekni kellett volna. Ne aggódj, Egon. Ez is elég nagy, mindenkinek jut majd. Nagyon úgy tűnik, hogy itt ma senki sem fog pirítóst enni. Nem tudom felszeletelni. Ez a kenyér kemény, mint a kő. De ez hogy lehetséges? Teszvesz városi fültebogár híres! Bogi jelentkezik a Teszvesz városi hírekkel. Szóval, mi a mai menü, cicóká? Egy óriási rejtély, Bogi. Nem tudni, miért ez a vekni kenyér olyan kemény, mint a kő.
De én ki fogom nyomozni, hogy miért, és megoldom a szeletelhetetlen kenyér rejtélyét. Mehet a menet, akkor halljuk! Ki, mit, hol, miért? Ki, mit, mikor, hol, miért? Most együtt! Ki, mit, hol, miért? Ki, mit, mikor, hol, miért? Fogjunk össze! Ki, mit, mikor, hol, miért? Nem lesz több titok! Ki, mit, mikor, hol, miért? Nincs több rejtély! Ki, mit, mikor, hol, miért? Cicókám, te és mi! Ki, mit, mikor, hol, miért? Fogjunk össze! Ki vannak éhezve a hírekre, mert hamarosan repetázhatunk a legfrissebb hírekből. Visszatérek, Bogi, Lenny! Jól van, gondolkozzunk. Van valakinek valami ötlete? Megvan! Talán azért kemény, mert meg van fagyva. A dolgok megkeményednek, ha megfagynak, mint ahogy a vízből is jég lesz. Igazad van, Cicus! Ha valami megfagy, kemény lesz. És emellett nagyon hideggé is válik. Hideg ez a kenyér? Nem, ez nem hideg. Ami azt jelenti, hogy nincsen megfagyva. Akkor valami másért ilyen kemény. De miért? Ó, jobban megy a gondolkodás teli gyomorral. Biztos többet tudok majd segíteni a megoldásban, ha már teli lesz a gyomrom pirítóssal. De a kenyér kemény, Egon. Viszont vehetnénk egy másik kenyeret a sarkon, apukám boltjában. Menjünk! Juhu! Szia, apu! Szeretnénk kérni egy vekni kenyeret. És elég is ijedtünk. Sajnálom, srácok. Nagyon szívesen adnék, de valamilyen furcsa okból mindegyik kenyér olyan kemény, mint a kő. Hát ez a rejtély sokkal nagyobb, mint sejtettük. Hé! Hey, lehet, hogy mindegyik kiszáradt. A kiszáradt kenyér mindig megkeményedik. Megkeményedik, ha kiszárad. De a kiszáradt kenyeret is fel lehet vágni. De még törni sem tudok belőle. Ezek szerint mégsem száradt ki. De ha a kenyér nincs megfagyva, és ki sem száradt, akkor miért olyan kemény? Honnan vetted ezt a kenyeret, apu? Hát a pékségből. Talán vissza kéne mennünk, hát ha a péknek, vagy a segédjének van valami magyarázata. Menjünk! Hát ez hihetetlen, vagy más nem mondjak, lehetetlen. Az összes kenyerem kemény lett. Mindenki hozza vissza a kenyereimet Teszveszvárosból, mert minden egyes vetni annyira kemény, mint a szikra. Mitől ilyen kemény a kenyerem? Nem lehet köze ennek ahhoz, ahogy készíteni tetszik a kenyeret? Ugyanúgy csináltuk ma is, ahogy általában szoktuk. Liszt, víz, só és élesztő. Ugye, Charlie? Igen. Megmutatná? Nagyon szívesen, Cicó. Először beleöntjük a lisztet a keverőtálba, és adunk hozzá vizet, sót és élesztőt. Aztán megkeverjük. Aztán meggyúrjuk a tésztát, és vekniket formázunk belőle. Az új kemence elkészült, ég a tűz, és készen áll a tesztsütésre. No, akkor próbáljuk ki. Hamarosan elkészül. Meglátjátok? Hát ez azért elég furcsa. Nézzék csak a cementet, ami összetartja a kemencét. Látom én, de ettől még a kemence remekül működik. Érzem is a frissen sült kenyér finom illatát. Én is érzem az illatot. Ezek szerint a kenyereim ismét finom puhák lettek. Hogy kiveszem a kemencéből? A legfrissebb kenyér Teszveszvárosban. Még mindig a legkeményebb kenyér Teszveszvárosban. Olyan kemény, mint a beton. Nem is olyan az illata, mint a friss kenyéré. De ha nem olyan az illata, mint a friss kenyéré, akkor hogyan érezhetem mégis a friss kenyér illatát? Talán mert már annyira éhes vagy, Egon. Nem,
Az nem lehet, mert én is érzem az illatot. És én is. És én is. Lehetséges, hogy talán... Aha! Azt hiszem, tudom már, miért olyan kemény a kenyér, mint a beton. És az új kemence miért puffadt fel, és van kenyér illata. Mit főztél, kicsi Cicó? Megoldottad a szeletelhetetlen kenyér rejtélyét? Azt hiszem, igen, Bogi. Elmondom, hogy mi történhetett. Először észrevettük, hogy a kenyér kemény, mint a beton. Aztán kiderült, hogy a kemence olyan lágy, mint a kenyér. Szerintem összekeverték a lisztet és a cementet. És a kenyérsütéshez cementet raktak a tésztába, a kemence építéshez pedig lisztet használtak. Hát, ez bizony nagy baj lenne, de honnan tudhatjuk biztosan? Végezzük el az éhes giliszta tesztet. Fincsi, hát akkor ezt éreztük, a kenyered, nem a cementet. Tulajdonképpen. És mondja csak, milyen az íze ennek a kenyérnek? Csodálatos! Véletlenül összecseréltük a lisztet a cementtel. Tehát igazad volt, Cicó. Mi és Cicó közös erővel megoldjuk a rejtély idővel. S te is lájesz majd! Igen, Cicó! Erről ennyit, emberek! Cicó ismét megoldott egy Teszvesz városi rejtélyt. Bogi! Lely! Nagyon köszönöm a segítségeteket! Na várjunk csak! Most nem az én gyomrom korgott! Kérjük Pirítost! A kacskaringó záróvonal rejtélye. Ez lélegzet elállító. De szép az a százszor szép mező. Enyém a legnagyobb százszor szép. Dehogy is, poca. Nézd csak meg, nekem mekkora van. Aj, mi? Hé! Óvatosan! Valami gond van. Mi történt itt, rendőrbácsi? Mindenki lecsúszott az útról, sőt, még én is. Ott van Ólosi úr is. Ó, hoppá, és itt a kalapja is. Zsí! Köszönöm, Egon. Nagyon szívesen. Zsí! Jesszusom, minden rendben? Jól vagyok, csak valami csiklandozta az orromat az előbb. Hogy tetszett lecsúszni az útról, Ólosi úr? Megcsúszott valamin az autója? Nem. Én csak az előttem haladót követtem. Amikor ő lement az útról, akkor én is. Pedig én nagyon jól vezetek. Egy hordog autót követtem, és hirtelen lement az útról, és én is lementem utána. Én pedig a rendőrkocsit követtem szép egyenesen, aztán elkezdett kanyarogni, erre én is. De rendőrbácsi, mindenki tudja, hogy ön nagyon óvatosan vezet. Miért kezdett el cikázni? Fogalmam sincs, Cicó. Óvatos vagyok, és mindig követem a sárga választóvonalat. Hé! Már látom, mi a gond. Nézze csak! Az úton lévő vonal nem egyenes. Igen. Inkább olyan hullámos. Igazad van, Cicus. Az útnak ezen a szakaszán nem egyenes a választóvonal. A hullámos vonal miatt kezdett mindenki cikázni. Ezért csúsztak le az útról. De miért lett kanyargós ez a szakasz? Ez bizony egy rejtély. Egy megoldásra váró rejtély. Ha, 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 ha.
Teszveszvárosi fülbebogár hírek! Bogi vagyok, a Teszveszvárosi fülbebogár hírekkel, és élőben jelentkezem egy kanyargó sáv mellől. Cicó, elmondanád nekünk egyenesen, hogy mi történt itt pontosan? Hát, a sárga vonal össze-vissza kanyarog az úton. Emiatt sajnos elég nagy dugó keletkezett. Ám nem tudjuk, hogy hogyan lett ilyen a záróvonal. Szóval a záróvonal nem egyenes. A kocsik nem mennek egyenesen, és így egyenesen a mezőre hajtanak. Egyenes beszéd volt, Cicó! Remekül csináltad, Bogi. Ki fogom nyomozni, hogy miért kacskaringós a vonal, és megoldom a rejtélyt egyszer és mindenkorra. Persze csak is a rejtély megoldó csapatom segítségével. Hurrá! Mehet a menet, akkor halljuk! Karingós rejtét. Ezek voltak a Teszveszvárosi hírek. Akkor munkára fel! Keressünk nyomokat! Gyerünk! Miért ilyen kacskaringós ez a vonal? Hapszi! Miért üsszöksz egyfolytában? Csak nem fáztál meg? Nem! Nem fáztam meg! Nem bírom abba hagyni a tüsszögést. Azóta tart, mióta itt vagyunk. Nézd csak! Miután ráléptél a sárga vonalra, sárga lábnyomok maradtak utánad. Aha! A festék még nedves. Eszerint ezt a vonalat nem régen festhették. Így van, Cicus. Akkor lehet, hogy utolérhetjük a munkást, aki felfestette, és megkérdezhetjük tőle, hogy miért ilyen a vonal. Mehetünk! Kövessük a sárga vonalat! Hey, Cicó! Ezt nézd! Most már nem tüsszögök! Szuper, Egon! Nézd! Ott van előttünk az útfestő autó! Festik fel a sárga vonalat. Nézzétek, milyen szép egyenes! Így igaz, most nem is kacskaringós. Nem egyenes, nem egyenes! Ismét kacskaringós lett a vonal. És megint elkezdtem tüsszögni. És tudjátok, mi van itt? Megint egy százszor szép mező mellett vagyunk. Pont úgy, mint ahogy az első kacskaringós vonalnál. Szerintem ez egy roppant érdekes egybeesés. Ez igaz! Szedek egy hatalmas csokor százszor szépet anyunak, majd utánatok megyek. Mi addig elindulunk a vonalfestő autó után. Gyerünk, Egon! Jó napot! Én Cicó vagyok. Én pedig Egon. A nevem Jake. Örülök, hogy találkoztunk, srácok. Mi a pálya? Meg szeretnénk oldani egy rejtélyt. Na és milyen rejtélyről van szó? Hát, a sárga vonallal kapcsolatos. Néha elég kacskaringós. Miért? Kacskaringós? Az enyém aztán nem. Az én vonalam szép egyenesen halad. Akkor nézze csak meg! Jaj, ezt nem hiszem el! Büszke vagyok rá, hogy olyan egyenesen vezetek, mint a nyíl. Biztosan a vonalfestőgéppel lehet a gond. Nézzétek, milyen szép csokor százszor szépet szedtem. Szagoljátok csak meg! Most már tudom, hogy miért tüsszögött Jake és Egon. A százszor szépek miatt kezdenek tüsszenteni. Biztos mindketten allergiásak a százszor szépre. Jaj! Elnézést kérek! Ez rendkívül érdekes. Csak akkor lesz kacskaringós a vonal, amikor közvetlenül egy százszor szép mező mellett vezet el az út. Sejtem, mi történt, de még előbb ki kell próbálnunk valamit. Mindenki segítségére számítok.
Rendben. Benne vagyok. Rendben. Akkor indulhat a teszt. Az ecset a helyén van. Egon, vezess egyenesen, ha tudsz. Nem lesz gond. Egyenesen, mint a nyíl. Hú, ez a srác egy igazi született vonalfestő. Felkészültél, cicus? Mindjárt jöhetnek a százszor szépek. És most! Hapszi! 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 Ó, a vonal kacskaringós lett. Mi történhetett, cicó? Amikor Egon megérezte a százszor szép illatát, olyan nagyot tüsszentett, hogy elkapta a kormányt, amitől az almakocsi kicsúszott oldalra. Ezért kacskaringós vonalat festett az útra. Én is biztosan ezt csináltam, mert én szintén allergiás vagyok a százszor szépre. Én is! Tüsszentettem, amikor elmentem mellette. Sajnos ettől lett a vonalam kacskaringós. Ó, a mindenit. Azonnal ki kell javítanom. Le fogom festeni a kacskaringós sárga vonalat ezzel a zöld festékkel, aztán húzok egy egyenes vonalat. De aggódom, cicó. Mi a gond, Jake? Amikor elmegyek majd a mező mellett, mit csináljak, hogy ne tüsszögjek és ne rántsam el az autó kormányát? Mielőtt odaér a mezőhöz, húzza fel az ablakot, hogy ne érezze a virágillatot. Ez jó, nem fog. Tüsszögni. Köszi, srácok. Ez aztán igazán remek ötlet. Majd én megyek elől. Amikor megnyomom a dudát, akkor a mező közelében járunk, és fel kell majd húzni az ablakokat. Jó ötlet, cicus. Hú, induljunk! Bogi vagyok a legfrissebb hírekkel. Cicó kinyomozta, hogy miért volt kacskaringósabb a vonal, mint egy perec. Hogyan csinálta Cicó? Nos, elmondom, mi történt. Észrevettük, hogy a vonalat frissen festették. Ezért megkerestük Jake-et és a vonalfestő autót. Aztán kiderült, hogy Jake és Egon allergiások a százszor szépre. Amikor elmentek a százszor szép mező mellett, a tüsszögés miatt össze-vissza kanyarogtak. De nem egyedül enyém az érdem, Bogi. Csapatmunka volt! Hurrá! Mi és Cicó közös erővel megoldjuk a rejték idővel. Te is rájössz majd! Ilyen, Cicó! Erről ennyit, emberek! Én Bogi vagyok, és ezek voltak a tesszvesvárosi hírek! Átkutattam az egész mezőt, és ez a lehető legnagyobb százszor szép! Nem poca! Ez a százszor szép, a létező leges legnagyobb! Ez a létező legnagyobb szár! Magyar hangok. Molnár Levente, Kardos Eszter, Sesták Szabolcs, Kapácsi Miklós, Gubányi György, Mezei Kitti, Kilényi Márk, Rudas István, Papucsek Vilmos, Bodrogi Attila, Kofler Gizi, gyártásvezető Gömöri Viktória, magyar szöveg Kozma Borbála, hangmérnök Jung Norbert és Papp Krisztián, szinkronrendező Gömöri V. István. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.